Hello, sziasztok, srácok, én Danubik, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Patrikot fogjuk megkeresni a Minecraftban. Azaz hát a bázisát, aztán ki tudja, hogy mi lesz belőle. Patrikkal már nem egyszer találkoztunk a Minecraftban, és hát tudhatjuk róla, hogy nem éppen a okos... Nem azt akarom mondani, hogy emberek, nem is éppen a okos csillagok, vagy élőlények közé tartozik. Szóval remélem, hogy nem lesz vele nagyon problémám, és... nem lesz vele esetleg semmi gond, vagy nem akar engem megtámadni, nem fog fenyegetőnek találni engem, vagy bármi. Szóval, csinálok ugye alapcuccokat, amivel én át tudok szépen indulni, gyors szeretek egy kis követ, és mindjárt meg is mutatom, hogy mit kaptam az alapcsesz, mert ugye kaptunk egy alapcsesszet, abban lesz egy iránytő, és mutatja, hogy merre találjuk Patrikot. Na! Srácok, akkor ezt a... elkezdjük szépen kiszedni a köveket. Addig promo time. Srácok, ki leszünk a győri playájtén, meg amúgy ki leszünk a debreceni playájtén, és ki leszünk a budapesti playájtén, de most ugye a győri van a legközelebb, szóval most azt promózzuk. Győri playájtén, ugye 27-e, szombat. Nem tudom, hogy mennyien laktok Győrbe, vagy mennyien szeretnétek esetleg velünk ott találkozni, de ott leszünk egész szombaton, vagyis hát nem egész szombaton, inkább a... inkább szombat olyan 11 óra és olyan 3-4 óra között szerintem ott minket meg fogtok tudni találni. Hol is lesz? Valamilyen sportcsarnok vagy nem tudom, valamilyen csarnokba lesz, most ez pontosan bocs, hogy nem tudom. De mindegy, ott leszünk még a, vasárnapi napon is azt hiszem. Viszont ugye hát ott alszunk, kivettünk egy szállodát és ott fogunk aludni egy napot, szóval esetleg, hogyha valaki ott a Rába apartman, Győrben a Rába apartman közelébe lesz, és találkozni akar velünk, akkor az mindenféleképpen majd ott keresgessen, vagy dobálja meg az ablakunkat, vagy valami, mert akkor lehet, hogy lesz egy kis szerencsé, aztán pont engem dob fejbe, aztán kinézek az ablakon. Na, srácok, meg is vagyunk a cuccokkal, és akkor elindulunk az iránytő irányában. Királyság, jó, akkor erre fel szépen elindulunk. Mit akartam még mondani? Ott leszünk ugye én, Levi, Black, és ott lesz egy haverunk, az most tök mindegy. És hát ja, velünk találkozhattok ott. Nem tudom még erről nagyon mit mondhatok, több, sok videós is lesz ott amúgy, lol, közben úgy itt van Patrik a háza. Sok videós ott lesz rajtunk kívül, de majd ezt el tudjátok olvasni. Hát srácok, nem tudom, hogy így simán így bemenjek? Vagy mi a? Srácok, itt miért nem bírok bejutni? Na jó, várjatok, megnézem, hogy esetleg a körülötte nincs valami másik bejárat, de ahogy látom, nem. Ez be van fedve? Na mindegy, kijutom. Haló? Lol. Patrik tévézik, ahogy látom. Ugye az tévé? Nem tudom, hogy tévé, de megpróbálok sunyin beosonni mögé. Vannak cuccai rendesen. Mit néz Patrik vajon? Mi a? Ott egy dísz felette. Srácok, ott van Spongyabob. Ott van egy szivacs. Jó, ahogy látom, nem éppen barátságos teremtmény. De jó, én a fegyverét inkább kiveszem, hogy ne tudjon ártani nekünk. Az ópialmákat is elveszem. Ez csak ilyen biztonsági előizélés. Na, lol. Elhasszik, várjatok. Jó, vissza kell tömnöm, hogy ne keltsük benne feltűnést. Jó. Ugye nem vett észre? Ugye nem? Ne, észrevett! Észrevett! Nem, hogy vettél észre, Patrik? Én olyan voltam, mint egy ninja! Nem vettél észre. Hello, Patrik. Szia. Figyelj, láttam egy... szivacsot a ágyat fölött, ugye az nem is Spongyabob akart lenni. Hello, te ki vagy? Dani vagyok, szia. Becsestemen PG-t, Dani, várjál, fogjunk kezet, tudod? Először jobb kézzel, na. Gyere. Jó, így. Jó van. Mindegy, becsestemen PG-t, Dani. Figyelj, szép, befedem, tessék, várjál, nehogy beessen neked ide az eső. Jó felhők, látod? Na, becsestemem Dani, PGT Dani. És figyelj, láttam egy szivacsot az ágyat fölött. Ugye az nem PGT, vagy PGT, de... sőt, nem tudok beszélni. Ugye az nem Spongyabob. Ugye az nem Spongyabob akarott lenni. Mert hogyha az, akkor te egy nagyon
gyógyós emberke lehetsz. Úgyhogy tényleg. De hát megnéz, megéheztem és gondoltam le... Spongyobob, megmentelek! Spongyobob, ne, menj ki az én házam! Patrik, ott van mögötted a te házad! Nézd, ott van mögötted, ott van kint! Látod? Imádom! Spongyobob, mi a... Spongyobob feje! Ne! 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 Miért tetted ezt? Mi a... Be... Hogy tudsz tüzezni? Jó, akkor kiveszem a többi ízét is. Csontváz koponya. Jó. Áááá! Menj innen! Várj! 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 Ne, 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 ne! Ne! 3 HP, menj innen! Jó, jó, jó. Patrik! Mögötted! Vigyázz! Mögötted! Imádom amúgy, ez mindenbe vesz. Jaj, srácok, ezzel a... Patrikkal... Patrik, bebújjak a tévéd mögé! Mi fontosabb ne... Jaj, ne, elkezdett ásni, srácok! Ki kell innen jutni, ki kell innen jutni! Ne, 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 ne! Ne! Menj innen! Ne, 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 ne! Jó, befedem. Haha, nem tudsz kijönni. Easy. Jó Istenem, srácok. Patrik gonosz. Patrik gonosz. Spongyobob, mostantól te velem tartasz. Szegény Spongyobob, Istenem. Jaj. Patrik. Patrik, miért vagy ilyen gonosz? Figyelj, ha most bejössz, akkor megehetjük ketten is. Fúj. Te undorító vagy. Te... fúj, undorító. Patrik. De most komolyan, hogyha már nincs több kaja, akkor Spongyobot kell megenned. Ez kannibalizmus, ő a barátod volt. De ha nem, akkor téged vadászlak le. Az nem egyszerű. Ne. Léci, jó. Jó. Amúgy az így eljátszhatunk egész nap. Ne, máshol fog kijutni. Máshol fog kijutni. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne támadj meg, ne, ópjalma, honnan van kardot, kivettem a izéből, Patrik, hagyj békén, Léci, hagyj már békén, nem akarok balhét, tényleg, várjál, blok, oké, figyelj Patrik, én egy nagyon barátságos és jó fej embernek tartom magamat, és nem akarok tényleg neked bántani, meg semmi, csak nincs esetleg rá lehetőség, hogy valahogy újraélesztjük Spongyobot, és érted, még se edd meg. Ne vedd el a saját házam. Én csak Spongyobot akarom visszahozni. Érted, valahogy mégiscsak. Na. Valahogy újra kéne teremtenünk, hogyha már ennyire buta voltál és megölted a saját barátodat. És hát, ja, úgymond megölted. Nem értem, hogy Patrik, és tényleg te most a szokásosnál is butábbnak tűnsz, kedves barátom. Mi? Hát van rá lehetőség, de hogy gondoltad? Hát mit tudom én, érted, a szivacsokat mégiscsak valahogy biztos újra lehet éleszteni. Hogyha esetleg még van nálad, mondjuk lenne így a keze. Várjál, elizélem, megmutatom, hogy hogy gondoltam. Így, 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 és így. Ennyi szivacs kéne, várjál, és rá így a fejét. Látod? Van nála szivacs. Adott szivacsot. Milyen sok szivacs. Na várjál! És úgy hallottam, hogy ilyenkor így újra tudnak éledni, csak ez több hét szükséges, amíg teljesen felépül meg ilyenek. Szebb, mint újkorában. Ez a többi testrésze, jól tudod. Úristen. Ja igen, kéne neki cipő. Istenem. Jó, és elvileg, ha minden igaz, akkor egy héten belül újra fog születni, hát nagyon remélem. És hogyha addig te megpróbálod bármiféleképpen módon bántani, véged lesz. Szóval addig te száműzve vagy szépen a házadba. És onnan nem jöhetsz ki. És ez nem kérés volt, Patrik, hanem ez egy utasítás. Ja, és akkor hova menjek? Hát menj be a házadba. Szépen maradj ott. Hogyha újra éles Spongyobob, akkor kijöhetsz és köszönhetsz neki, de nem bántatod többet. Érted? Érted? Patrik, bólogass, hogyha érted. Vagy akkor írd le táblára. Várj! Na mondjad. Csesztek. Ez miért? Vagy nem tudom. Ez így mire kell. Valahogy ezt most nem tudom, hogy most mit akar ezzel, mire akar célozni. De... lecraftolt valamit. Oké, srácok, hát én megnézem, hogy mit csinálsz. Igen.
Húslap. Ja, hát persze, steak és mint izé, húsburgonya. Oké, Patrik, na, hagyjad szegény svongyobot itt, és én szerintem akkor én így békén is hagylak, ez szükséges. Igen, na, szépen várjál, köszönjünk akkor el a videóból, és hát nagyon remélem, hogy megbántod a bűneidet, és többet ilyet nem fogsz csinálni, hát... Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel erre a csatornámra és a nagy csatornámra is. Nyomjatok be a csengőt, csekkoljatok le az MC Shopot, lehetek kint a Győri Playtin, aki akar. És játsszatok a Mindside-on, én Dani voltam, és nagyon szépen köszi a figyelmet, sziasztok!